Köszöntöm nézőinket a Színusz című egészségügyi magazin műsorunkban. Önök szerint mitől magabiztos egy nő? A kisugárzás teszi, vagy a viselkedésből fakad? Köszöntöm a stúdióban mai vendégemet, Marozsák Szabolcsot, női önbizalomedzőt, akinek fel is tenném az első kérdést, hogy mit takar ez a fogalom pontosan? A női önbizalomedző, mint fogalmat én hoztam létre 7 évvel ezelőtt, és azt akarja, hogy hogyan tudok segíteni egy nőnek abban, hogy magabiztosabb legyen, hogy felismerje azt, hogy mi az, ami az ő életében fontos, hogyan érje el azokat a vágyott állapotokat, amikre ő törekszik, illetve hogy merjen bátran döntéseket hozni, a döntések alapján az életét működtetni, és elérni azt, amit szeretne, mert igazából ez a boldogság. Mi adta ezt az ihletet, hogy ezzel kezdtél el foglalkozni? Hát nyilván az ihletet a mindennapi életemből vett epizódok adják. Az egyik talán a legérdekesebb szituáció az volt, mikor volt régen egy párkapcsolatom, és én azt hittem arra a hölgyről, hogy hát ő aztán tudja, mit akar, mit szeretne, és idő után kiderült, hogy nem. És akkor úgy megálltam, és megdöbbentem azon a dolgon, hogy hogy nézhetem ezt be ennyire, ezt az egészet. És akkor kezdtem kicsit a nőkre másképp nézni, megfigyeltem azt, hogy mennyire magabiztosak, mennyire tudják, mit szeretnének az életben elérni, és akkor döbbentem rá, hogy azért ez nem annyira nyilvánvaló, mint amit eddig gondoltam volna. Kit nevezünk magabiztosnak, illetve mikortól vehetünk valakit önbizalomhiányosnak, vagy gondolhatunk? Igen. Ez egy nagyon érdekes kérdés, ezen óriási viták folynak. Ugye az önbizalomnak a definícióját kéne tulajdonképpen meghatároznunk első körben. Ugye egy ember akkor magabiztos, amikor hiszi azt, hogy képes lesz arra, hogy egy olyan életet éljen, amilyet szeretne. Tehát hisz abban a lehetőségben és a saját képességeiben, hogy ő fog tudni úgy élni majd, ahogyan szeretne. És amikor halad afelé az élet felé, amire vágyik, akkor magabiztos, amikor nem halad afelé az élet felé, akkor meg nincsen önbizalma. Tehát nagyon, nagyon pontosan meghatározható, ha én tudom, hogy mit szeretnék elérni az életben, és úgy érzem, hogy hopp, most is tettem egy lépést, most is úgy alakult a dolog, hogy szerettem volna, van benne egy remény, van benne egy hit, hogy eléri azt, amit szeretne, ekkor magabiztos. Amikor jön szembe egy nagyobb vagy kisebb gát, és ez egy pillanatra megállítja, akkor hirtelen a magabiztossága lezsugorodik. Tehát, hogy az a magabiztosság, az nem az, hogy valaki úgy születik és van neki, vagy valaki úgy születik, hogy nincs neki, hanem ő képes úgy élni, ha megfelelően okosan felépíti az életét, és megfelelően menedzseli az életét, akkor elnyerheti a magabiztosság érzését. Sok ilyen önbizalomhiányossal találkoztál már? Hát, ugye több mint 250 ezer ember követ engem a közösségi oldalon. Nagyon sok online felmérés végeztünk ezzel a dologgal kapcsolatban. Például volt egy ilyen kérdésünk, hogy mit gondolnak a nők, hogy szerintük más nők hány százalékának van szüksége önbizalomnövelésre. És a felmérésekben az jött ki, hogy a nők úgy ítélik meg más nőknél, hogy legalább 80%-uknak lenne szükségük arra, hogy magabiztosabbak legyenek, hogy önbecsülésük legyen. Hát viszonylag sokan. Ugye szokott lenni az a, van egyfajta kritika, amikor már egy tevékenység nagyra nő, akkor sokszor találkozik azzal, hogy mások elkezdik kritizálni. És legtöbbször azzal kritizálnak, hogy én a szegény, szerencsétlen nőkkel foglalkozom, és ez nem igaz, mert azok a nők, akik eljönnek hozzám, azok a nők, akik elkezdenek követni, azok a nők, akik megvesznek egy könyvet, azok már akarnak valamit tenni. Tehát ők azok, akik elindultak valamilyen útvonalon, elindultak, hogy javítsanak az életükön. Akik nem indulnak el, azok vannak bajban. Nekem is a személyes tapasztalatom, illetve ismeretségi körömben elég sok ilyen nő van egyébként. Miért lehet ez, hogy ennyien önbizalomhiányosak? Milyen okok állhatnak-e mögött? Hát én két fő okot tudnék itt felsorolni egymás után. Az egyik ok, ugye, amiről beszéltünk, az önbizalom az az érzés, mikor valaki úgy érzi, hogy el fogja érni azt az életet, amilyenben szeretne élni.
Az én tapasztalatom az, hogy általában nincs egy világos képük arról, hogy hogyan szeretnének élni. Tudod? Tehát nincs az, hogy én a munkámmal kapcsolatban ezt szeretném, a testemmel kapcsolatban ezt szeretném, a gyerekek kapcsolatban ezt szeretném, a családommal kapcsolatban ezt szeretném, a karrieremmel kapcsolatban ezt szeretném. Tehát nincs egy világosan elképzelt helyzet, amiért már lehet tenni. És mivel nincs egy világosan elképzelt helyzet, ezért úgy maradnak az életben úgy, hogy ami jön, akkor az befolyásolja őket, akkor egyik nap ezt szeretnék, másik nap azt szeretnék, harmadik nap amazt szeretnék, és ezért nem haladnak valahová, hanem csak körbe-körbe járkálnak, és eltelik hip-hop 10 év, és azt mondják, úristen, hát nem ez akartam lenni gyerekkoromban. Tudod? Tehát nincs egy tevőleges, tudatos, célszerű gondolkozás, és a vágyott állapot elérésére való törekvés, hanem hagyják, hogy befolyásolják őket különböző emberek, különféle módon, különféle helyzetekbe mennek bele, mikor pedig az nem is lenne a vágyott állapot irányába ható lépés. Ez egyik problémakör. A másik problémakör az, hogy ahogy látom a nőknél, a boldogságnak az egyik alapköve, hogyha egy olyan férfi oldalán állnak, aki tudja, mit akar, magabiztos, de ugyanakkor figyel rájuk, segíti őket, meghallgatja a véleményüket, és társként tekint rájuk egy életben. És a nők többsége úgy gondolja, hogy neki meg kell felelnie egy ilyen férfinak, és ez a megfelelés kiszolgáltatottá teszi. Tehát ő maga nem képvisel, sokszor a nők egy része nem képviseli már a saját érdekeit egy párkapcsolatban, hanem inkább lejjebb adja a saját érdekét, hogy a férfinak megfeleljen. De ez nem csak a párkapcsolatban van így, hanem mondjuk az anyukájával kapcsolatban, a gyerekével kapcsolatban, a munkahelyével kapcsolatban, a barátnőjével kapcsolatban, a szomszéddal kapcsolatban. A nőknél van egy ilyen, sok nőnél van egy ilyen megfelelési vágy, és ez a megfelelési vágy az, ami nem engedi tulajdonképpen, mert legszívesebben ezt tenném, de nem tehetem meg ezt, mert akkor mit fog szólni ő, meg ő. Érted? És mivel megvan ez a késztetés, ezért hajlandóak mástól elfogadni negatív véleményt. Valaki azt mondja, hát igen, de te ebben nem vagy olyan jó. És akkor hát jó, végül is nem vagyok olyan jó. És ő saját magát leértékeli azzal, hogy más neki mond egy kritikát. Ugye az a nő, aki azt mondja, tudja, mit akar, és tudja, hogy ebbe az irányba akar menni, és valaki azt mondja, hogy nem jó az irány, akkor azt mondja, hogy bocs, ez nem érdekel, én megyek az a saját utamon. Ez a saját utamon való haladás, ami a boldogság, vagy a boldogság az, hogy elérek egy dolgot, amit szeretnék, és ügyes vagyok, ez jó, azáltal van sokszor megakadályozva, hogy mástól elfogadok negatív véleményt. És azért van ez, mert azt gondolják, hogy mindenki jó szándékból csinálja ezt a dolgot. És van, aki jó szándékból csinálja, de az emberek egy része nem jó szándékú. Féltékenységből, irigységből, vagy csak frusztrációból. Ezt nagyon nehéz megkülönböztetni. Nagyon nehéz megkülönböztetni, de ez a másik, ahogy én látom, a másik legnagyobb ok, ahogy nem ismerik föl, nem lépnek fel ellene, nem védik meg magukat egy ilyen véleménytől, hanem hajlamosak átvenni ezt a véleményt, és magukat korlátozzák abban, hogy haladjanak azon az úton, ami egyébként nincs. Mivel hogy nem találták ki, hogy milyen irányba haladjanak. Tehát az elsődleges cél az annak kellene először is, hogy legyen, hogy kitaláljuk, hogy egyáltalán mit szeretnénk az élettől. Az életünk különféle területein. Igen. Tudod? Igen. Mert ugye sokszor az a probléma, hogy egy ember úgy tekint az életére, mint egy nagy masszára. Hogy hát van benne ez is, meg az is, meg ez is. Tehát nem tudja elkülöníteni, hogy ez az én testemmel kapcsolatos dolog. Ez az én párkapcsolatommal, ez a gyerekkel, ez a munkámmal, ez. És az egyes területeken mit szeretnék elérni, és ahhoz milyen lépéseket kell tenni, ez tudatosan nem működik a nők nagy részénél. És itt lehet behozni azt a fogalmat, hogy boldogság. Ugye ezt mindenki mondja, hogy nem vagyok boldog, úgy most milyen boldog voltam. És a boldogságnak van egy nagyon egyszerű definíciója, amit én kitaláltam. Sok definíciója van, sokan sokféleképpen megfogalmazták, nekem van egy saját. A boldogság az a cselekvés sikeréből származó öröm. Tehát én kitalálom, hogy én már pedig egy hónap alatt leszeretnék fogyni 3 kilót. És ha lefogytam 3 kilót, az öröm. Kitalálom, hogy én szeretnék elmenni Prágába.
Ha elmegyek Prágába, az öröm. És ez az egyedüli öröm ezen a bolygón valójában, hogy én kitalálok valamit, hogy hova szeretnék eljutni, mit szeretnék elérni, és ha elértem, az jelenti az örömöt, és ha az ember életében több öröm van, mint kudarc, akkor boldog. Ha több kudarc van, mint öröm, akkor nem boldog. Érted, csak a kettőnek ilyen egyszerű összefüggése van, mindenki boldog szeretne lenni, de a boldogság csak akkor lehetséges, ha én kitalálom, hogy mit akarok elérni, és ha elértem, akkor érzem az örömöt. Hogyan zárjuk ki mások negatív véleményét vagy tanácsát? Ezt elég nehéz kizárni. Tehát ez hogyan? Nem is az a kérdés, hogy hogyan, hanem a kérdés az, hogy mikor tudja az ember kizárni. Tehát amikor ő boldog, amikor úgy érzi, hogy halad, akkor képes rá, hogy kizárja. Érted? Amikor van benne erő. Mert az erő abból származik, mondok egy példát, egy nő eldönti, hogy hát nem kéne annyi süteményt tenni, mint ahogy szoktam süteményt tenni, mert nem tudom, milyen nő, lehet, hogy ez csak egy kitalált példa. Egy nő eldönti, hogy ő egy héten csak egy süteményt fog enni. Elkezdődik a hét, folyik a hét, vasárnap este lefekszik aludni, és végig gondolja, hogy hány süteményt is ettem? Egyet. Wow. Érted? Hú. Megcsináltam, ügyes vagyok. Eltelik még egy hét, vasárnap este megint lefekszik, hány süteményt ettem? Egyet se. Ügyes vagyok, érted? Eltelik egy harmadik hét, megint kiderül, hogy csak egy süteményt evett. Már úgy érzi magát, mint Wonder Woman, érted? Már annyi energiája van abból az örömből, hogy sikerült neki megcsinálni azt, amit eldöntött. Érted? Igen. És jön egy rossz hét, és megeszik három süteményt. És a Wonder Womanből egy pillanat alatt egy szerencsétlen ember lesz, aki azt mondja, hogy még arra sem vagyok képes, hogy eldöntöm, hogy egy süteményt fogok enni, és mégis hármat ettem. De akkor ezt nem szabadna így felfogni. Tehát, hogy nem a rosszra kell, hanem hogy mondjuk azelőtt sikerült, oké, most nem, de legközelebb megint sikerülni fog. Nyilván ez lenne. Így van. A másik meg az, hogy legyenek döntéseim az életem különféle területein, nem csak a süteménnyel, az edzéssel, a kajával, a ruhával, a pasival, a munkahelyen, a tanulással, ugye mindenhol, ha nem fogalmazunk meg egy konkrét dolgot, amit el akarunk érni, akkor soha nem lesz örömünk, hiszen nem érjük el. Érted? Igen. Tehát, hogyha nem kezd valaki tudatosan azon gondolkodni, hogy mit is akarok én tulajdonképpen az élettől. Ebben, és haladok el felé a dolog felé, akkor óhatatlanul nem lesz öröme az életben. Tehát el kell döntenünk, és így utána meg kell tenni mindent azért, hogy... És akkor visszatérve az első kérdéshez, hogy mit is csinál egy önbizalom edző, az segít egy nőnek abban, hogy megértse ezt, amiről most beszélek, segít neki abban, hogy az életének egyes területein mi lenne, ami számára vágyott dolog legyen, segít neki abban, hogy kitalálja, hogy milyen lépéseket kell tennie, majd támogatja abban, hogy azokat a lépéseket meg is tegye. Érted? Igen. Kvázi egy boldogság tanácsadó tulajdonképpen, hogy átfogalmazok a dolgot, és megtanítja arra, hogy hogyan tudja az életében ezt alkalmazva arra felé haladni, amit szeretne. Egyébként miért pont a nő? Miért pont nőkkel? Tehát, hogy a férfiakkal miért nem? Hát a nők azért a nőkkel, mert a nők egy érdekes helyzetben vannak a férfiakhoz képest. Hogy egy nő meg teljesen más a viszonya az élethez, mint a férfinak. A férfinak döntő többségében az önmegvalósítás van kitűzve a zászlójára. A munkában, sportban, vagy valamiben ő önmegvalósítani akar alapvetően. Ugye a nő, mivel ő egy női testbe született ember, ugye az ő életéhez hozzátartozik a gyerek. Ő tudja, hogy neki gondoskodnia kell valakiről. Ő már nem csak magára gondol, neki már előre kell gondolkoznia, sokkal inkább, mint egy férfinak. Emiatt sokkal több problémát lát. Ugye neki figyelnie kell a gyerekre, figyelnie kell a férfira, figyelnie kell a gyerek és a férfi viszonyára, figyelnie kell a saját és a gyerek viszonyára, figyelnie kell a saját és a férfi viszonyára, figyelnie kell az otthonra. És még ezer másik dologra. Tehát sokkal nyitottabbak a nők, sokkal inkább akarják a pozitív változást, sokkal több területen.
emiatt ők jobban keresik, jobban nyitottak, még egy férfinak, ugye a filmekben, a rajz már a Shrek című filmben is az van, hogy van a férfi, aki vágtat egy lovon, és vágtat, és vágtat, és megöli a sárkányt. Ennyi. Ugye a nő az, aki várja, hogy jön a férfi, de tudja, hogy neki még, ez, még csomó kötelessége van, amit neki végre kell hajtania. A férfinak nincs ennyi kötelessége, vagy nem ennyire tudatosan végzi ezeket a kötelességeit. Tehát egy nő sokkal nyitottabb arra, hogy fejlődjön, jobban keresi a fejlődést, ezáltal nyitottabb arra, hogy befogadjon más információkat. Tehát azért beszélek én a nőkhöz, mert hozzájuk könnyebb beszélni, és ők sokkal jobban bevallják maguknak, vagy másoknak is, ezt sokszor túlzásba is viszik, sokkal jobban bevallják, hogy valamiben ők megrekedtek. Egy férfi kevésbé vallja be. Érted? Tehát ez az egyik, és a nők késztetése, hogy a dolgok jobban menjenek, a családi életben, a környezetükben, ez nagyon, sokkal erősebb, mint a férfiaknál. És hogyan tudsz azonosulni a női problémákkal férfiként? Amikor elkezdtem ezt az egész női önbizalomedzést, ugye egy tanácsadó, ilyen szervezetfejlesztés tanácsadó voltam, több mint 100 cégben dolgoztam, hogy hogyan működik jobban egy cég, hogyan lesz hatékonyabb egy cég, hogyan lesz profitábilisebb egy cég. Akkor nagyon sok emberrel dolgoztam, de ott, ugye az üzleti életben az van, hogy ez a cél, ide kell eljutni, mit csináljunk, haladjunk. Ugye ott könnyebb, idézőben könnyebb célokat meghatározni, mert a bevétel, a nyereség, az árrés, ugye ezek mind-mind könnyen meghatározható dolgok. És amikor az első nő, hölgy eljött hozzám, hogy ő szeretné női önbizalom edzést, leültünk, és mondom, hogy tök egyszerű, hogy szeretne élni? Hát, boldog szeretnék lenni. Jó, de hogy mondjuk az minden, tehát hogy szeretnél leélni az életét, hogy mit szeretnél élni? Hát ezen még nem gondolkoztam. És akkor ott belefutottam ebbe a problémába, akkor ismertem fel ezt a problémát, hogy ez nem olyan egyszerű, mivel hogy maga az a gondolat is hiányzik az egészből, hogy ő valahova el akar jutni. És akkor ott szembesültem először, hogy ő azt mondja, hogy még egy férfi jobban ez a férfiak egy része, jobban ez a tudatosan gondolkozik a dologgal kapcsolatban, a nők kevésbé. És akkor kezdtem megérteni, hogy van egy különbség. És utána jött a következő hölgy, a következő hölgy, a következő hölgy, akinek feltettem a kérdést, feltettem a kérdést, feltettem a kérdést, és mondom, látom, ez így nem megy, ki kell találnom valami más. És úgy kezdett az egész önbizalom edző módszertanak kialakulni. És mivel naponta, mai napig is 10-20 hölgyel beszélek interneten, vagy telefonon, vagy személyesen, a női önbizalom témájában. Az ő konkrét életéről, ugye 7 év alatt azért ez már sok. Tehát kezdem magam beleélni, vagy kezdtem magam beleélni, most már egészen jól látom, az ő nézőpontjukat a világra, az ő érzéseiket jobban, mint férfi. És ez egy érdekes dolog, mert ugye férfiak és nők közé kerültem ilyen tekintetben gondolkodásban, értem, hogy a férfiakkal mi van, jobban értem, hogy a nőkkel mi van, nyilván nem vagyok nő, de már kezdem jobban érteni, hogy mi van. Emiatt tudok azonosulni azzal, amikor a 7428. üzenetet kapom arról, hogy szerintem ezzel a faszéval mi van, akkor érted, akkor már kezdem jobban megérteni a problémát, kezdem jobban megérteni a nézőpontot, kezdem jobban megérteni, hogy mire vágyik, kezdem jobban megérteni, mitől fél, kezdem jobban megérteni az összes tényezőt, ezáltal kezdem jobban tudni, megérteni a nőket, és jobban tudni segíteni neki ebben a kérdésben. És mi okozza leggyakrabban a nőknél ezt az önbizalomhiányt? A pasi. Tehát, hogyha mondjuk 100, hogy csinálnak egy ilyen elemzést, ha 100, nem mondjuk 1000 hozzám elküldött kérdésből, 980 az egy párkapcsolati kérdés. Hogy a pasi ilyen, vagy olyan, vagy amolyan, vagy mit csináljak? Tényleg a szélsőségektől, hogy én prostituáltá váltam, prostituáltá váltam, mert a pasi azt mondta, hogy ha nincs pénzünk, azért nem akarok gyereket, mondta, hogy szerezzek pénzt, ez lett, és most, mikor lehetne, mégsem lehet. Az egy nagyon szélsőséges példa. A másik szélsőség, amikor egy intelligens nő ír nekem, és ő már nem azt kérdezi, hogy mit csináljon, hanem, hogy ő neki vannak megfigyelései, és én mit gondolok erről. Érted? Tehát nagyon széles a skála, amivel hozzám fordulnak, de a döntő többség mégis párkapcsolatból kiindulva kérdez az önbizalmát tekintve, mert egy nőnek a legnagyobb negatív hatás, amiről beszéltünk, ha róla neki rosszat mondanak, és hogyha egy olyan ember mond neki róla rosszat, aki a
akit ő társának gondol, ez a legmegalázóbb. És akkor, és most mit csináljak? Ez a leggyakoribb. Igen. Mivel tudsz nekik segíteni? Hát azon kívül, hogy mondjuk válaszolok egy kérdésére, általában azért értem ezt a két könyvet, a Női Önbizalom titkos tükre című könyv, hogy ez arról szól, amiről most az előbb beszéltünk, hogy hogyan értse meg, mi az oka, miért történik ez vele, mit kell tegyen, stb. Stb. Ez egy olyan könyv, amelyben gyakorlati példák vannak, és a gyakorlati példákat konkrét, elvégzendő írásos gyakorlatok követik. Hogy ő maga gondolja már végig a saját életében, hogy ez hogy van. Tehát nem az, hogy Marzsák Szabolcs elmondja, hogy a világ olyan, hogy. Mint a könyvek többsége, hogy ez a pszichológus elmesél, és ez van. Vagy ez a nem tudom, és ez van. És kit érdekel, ő elmesélte. Ugye én arra törekszem, hogy ő megértsen valamit, utána rögtön alkalmazza az életében. Érted? Ez ami az alapkönyv, hogy valaki megértse ezt a miért nincs önbizalmam, milyen okai vannak, mit tehetnék, hogy legyen. De utána egy idő után rájöttem, hogy ez a nő és férfi kapcsolat a legbefolyásolóbb tényező, és ezért megértem a Új életszakítás után című könyvet. Ez pedig arról szól, a legsebzettebb állapotban lévő nő, akit elhagytak, vagy aki elhagyott valakit, de nem tudja, hogy el kellett volna hagynia, vagy éppen szakítás alatt van, és ettől szenved. Uh-huh. Ugye? És nekik írtam ezt a könyvet, ez szintén gyakorlatok vannak benne, exposi teszt van benne, ahol ő valós képet kaphat, az érzelem, a negatív érzelmei alattból kihúzni őt egy kicsit, és nézze már arra pasira, arra a helyzetre, hogy valójában neki az milyen volt. Ne csak a félelmeiből nézze, úristen, nem lesz pasim már, öreg vagyok, gyerekem van, senkinek nem kellek, csúnya vagyok, béna vagyok, stb. Ezt megpróbálom őt kihúzni ebből a dologból, és kicsit tudatosabban ránézni arra, hogy mi is történt, és ezt arra használni, hogy a következő már ne így végződjön, vagy a következőt már ne úgy kezdje el, ahogy azt kezdte el, ami rosszul sikerült. De az első lépés, hogy én arra kérem el őket, hogy olvassák el a könyvet, végezzék el a gyakorlatokat, írjanak nekem, én fogok segíteni, fogok válaszolni. Nagyon sokan megírják, hogy milyen tapasztalatok volt a könyvben, ez a weboldalomon el is lehet olvasni, hogy írnak nekem, hogy képzeljem el, elolvastam a könyvet, és most már nem félek attól, hogy, vagy eddig azt csináltam, hogy, most eddig az anyukám ezt csinálta velem, én meg ezt csináltam, most már nem ezt csinálom. Tehát, hogy látom, hogy felszabadulnak a hölgyek azokból a béklyukból, amelyeket ők mentálisan hordanak magukkal. Uh-huh. És így próbálok segíteni első körben. És mikor lesz egy nő magabiztos, szerinted? Egy nő, visszatérve a definícióra, akkor lesz magabiztos, amikor tudja, mit akar, képes az életének különféle területen lépéseket tenni, kis örömöket szerezni, hogy elérje, hogy ő úgy nézzen ki, hogy a gyereke olyan legyen, hogy a párjával ilyen legyen a kapcsolata, hogy a szüleivel ilyen legyen a kapcsolata. Amikor úgy érzi, hogy halad, megjön az öröm, megjön a magabiztosság, megjön a védelem a negatív emberektől, és ha ezt csinálja, a magába való kétségek is lehullanak. Te ránézésre meg tudod mondani egy nőről, amíg nem ismered meg, hogy ő maga biztos-e vajon? Tehát látszik rajta általában? Azt gondolom, hogy igen, de nem is ez a lényeg, hogy meg tudom mondani, mert ugye az én dolgom nem a minősítés. Az én dolgom az, hogy ő fölismerje ezeket, amikről beszélek, ő maga hozzon döntéseket, és ő maga induljon el ezen az úton, ő maga tanulja meg, hogy hogyan tud lépéseket tenni abba az irányba, hogy boldog legyen. Tehát most mindenkinek mi a véleményem? Én nem adok tanácsot. Tehát én nem az vagyok, vagy nem egy pszichológus, az eljönnek, és azt mondja, aha, hát önnek apokomplexusa van. Vagy emlékszik, hát ez azért, én nem tudom megmondani, és nem is szabad senkinek megmondani, hogy mi az oka annak, hogy ő hogy érzi most magát. És a másik, amit szoktam mondani, hogy mindenki azzal, ez elhitették. Elhitették azt, hogy az embernek a múltja befolyásolja a jelenét. Igen, részben befolyásolja. De a múltja, a gyerekkora, az 5-10-20-50 évvel ezelőtt volt. Azóta annyi minden történhetett.
Azóta annyi mindent megtanulhatott volna. Azóta már annyi tapasztalatot, annyi dolgot szedhetett volna magára. Érted? Az én dolgom nem az, hogy kutakodjunk, hogy vajon mi. Az én dolgom, hogy elérjem, vagy segítsek neki aktívnak lenni az életében. Segítsek neki több örömet szerezni az életében, azáltal, hogy figyelembe veszi, hogy neki mi fontos. Érted? Ha ő már pedig szeretne művész lenni, de most nem az, mert azt mondták neki, mert ők azt mondták, mert valakik mondtak neki valamit, és ő már lemondott erről a dologról, és emiatt ő egy örök szomorúságban él. Tehát egy örök szomorúságban él, mert benne ott van a vágy, hogy ő lenne művész, érted? De az anyukája elmondta, hogy te nem, figyelj, neked nem jó hangod van. Most egy gyakorlati példáról beszélek. Neked nincs jó hangod, és a énektanás elmondta, neked nincs jó hangod. Hát jó, akkor nem leszek. De benne minden pillanatban, akkor megnézze a YouTube-on egy videót, ahol énekel valaki, és benne az érzés felrobban, tudod, hogy hú. Sokszor segíteni kell az embereknek abban, hogy bátran menjenek a saját vágyaik irányába, még ha ez nehézséget, még ha azt fogják mondani az anyukai, hát én megmondtam neked gyerekkorodban, hogy nincs jó hangod, és te ennek ellenére, hogy lesz ilyen hülye? Érted? Igen. Igen. Lesz harmadik könyv. Igen. Jó, hogy kérdezed. Lesz harmadik könyv. A harmadik könyv az arra fog szólni, hogy ki egy nőnek az ideális férfi. Hogy megelőzzük azt, hogy ezt a könyvet kelljen olvasnia. Eleve már a párkapcsolatba úgy menjen bele, hogy egy olyan társat válogasson magának, akivel olyan életet élhet, amit ő egyébként szeretne élni. Érted? Ne csak a ránézek, milyen jó kocsija van, meg egyébként olyan jó képű, akkor ő biztos jó lesz. Érted? De nem figyelte meg, hogy egyébként neki milyen a családi háttere, nem figyelte meg, hogy egyébként ő bűnöző vagy nem, nem figyelte meg egyébként, hogy másokról rosszat mond, akkor nyilván róla is rosszat fog mondani. De csomó-csomó dolgot nem figyelnek meg az emberek, a nők, a férfin, hanem csak néhány dolgot kiragadnak, ami szerintük fontos, és beleszeretnek abba a gondolatba, hogy ez a férfi olyan, amilyennek ő gondolja. És akkor idővel, egy hét múlva, egy év múlva, 10 év múlva kiderül, hogy ja, ez a férfi nem is olyan. Ez megváltozott. Nem. Ez a férfi már akkor is olyan volt. Nagyon kicsi az esély, hogy megváltozzon rövid időn belül egy ember. És amiben szeretnék segíteni, hogy ő neki legyen egy segítsége abban, hogy hogyan válassza ki a férfiak közül azt a férfit, akivel akarna megismerkedni, akit, amiről beszélgettünk az elején, akit szeretné, hogy udvarolna neki. Ugye és a másik dolog, hogy nincs udvarlás, vagy nagyon-nagyon kevés esetben van udvarlás. A megismerkedés nem valódi megismerkedés, hanem együtt töltött idő, amiben igazán nem is nagyon beszélgetnek, mélyen nem ismerik meg egymást, valahogy mégis belesodulnak egy párkapcsolatba, akit az egyikük így kezel, a másik úgy kezel, és megy a vergődés ebben az egész dologban. Ezt akarom azzal a könyvvel megtanítani a hölgyeknek. Műsoridőnk végéhez értünk. Köszönöm szépen, hogy megosztottad velünk a tudásodat ezzel kapcsolatban. Nagyon szépen köszönöm, és remélem, hogy már ez a kis beszélgetés is segített sok hölgynek. Nézőinknek pedig köszönöm a figyelmet, ezt az adásunkat is visszanézhetik a www.fixhd.tv weboldalon, illetve a YouTube-on, új adással pedig 2 hét múlva jelentkezünk. Vigyázzanak magukra és egymásra. Viszontlátásra!